Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. 2021 utolsó kormányinfója következik, amint ez nyilvánvaló némileg rendhagyó keretben, illetve formátumban. Meg is adom a szót Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, hogy tartsa meg bevezetőjét. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm mindannyiukat az évvégi záró nemzetközi sajtótájékoztatónkon. Mondanék röviden néhány szót a mögöttünk hagyott évről, és aztán elindítandó a beszélgetést, néhány szót az előttünk álló évről is. A 2021-es év az két dologról szólt a magyarok életében, a vírus elleni küzdelemről és a gazdaság újraindításáról. Nagyon nehéz év volt a 21-es, meggyötörte az egész világot, így Magyarországot is. Egyfolytában védekeznünk kellett. Együtt érzünk azokkal, akiknek a családjában életek vesztek el. Együtt érzünk azokkal, akik most is betegeskednek, és szurkolunk és imádkozunk a felépülésükért. Örülünk ugyanakkor annak, hogy a 2021-es évben már nem voltunk olyan tehetetlenek a védekezés tekintetében, nem voltunk olyan eszköztelenek, mint a 2020-as évben, hiszen 2020-ban még csak elszigeteléssel, karanténnal lehetett védekezni, nem volt igazán hatékony eszköz a kezünkben. 2021-re ez megváltozott, hiszen köszönet érte a világ tudós társadalmának, kifejlesztették a koronavírus elleni oltást, és így átállhattunk a korábbi védekezésről, amely az elszigetelésre és a karanténokra épült, az oltás alapú védekezésre. Magyarország már az év elején 2021-ben úgy látta, hogy ez a jövő útja, vagyis védekezni csak az oltás segítségével tudunk, minden mással csak időt nyerhetünk, győzni csak az oltással lehet. Ezért mi, ha emlékeznek még az év elejé vitákra, az Szél Rózsa minden tájáról elérhető vakcinákat beszereztük. Ezek hatásos védelmet nyújtottak, és nagy gyorsasággal az első között Európában el is értük a népesség 60%-át a beoltottság tekintetében, több mint 5,5 millió embert. Innen azonban azóta se sikerült nagyon előre jutnunk, valahol a 6 millió 200 ezer környékén tartunk. Úgy tűnik, hogy Magyarországon, bár győzködjük az embereket, önöket is kérem, hogy támogassák az oltást és segítsenek meggyőzni az embereket, de nem nagyon akar az oltások száma e fölé menni. Az oltásra épülő védekezést a év hátralévő részében is folytatni fogjuk. Most a hangsúly a megerősítő oltáson, illetve az 5 és 11 éveseknek nyújtott oltáson van. E tekintetben ismét mi vagyunk a leggyorsabbak, a harmadik oltások számát tekintve valahol a népesség 32%-ánál tartunk, az unió átlag pedig 21,5%. A második nagy témája és feladata ennek az évnek a gazdaság újraindítása volt. Szeretném fölhívni különösen a nemzetközi sajtó képviselőinek a figyelmét arra, hogy a magyar védekezésnek mindent megelőző fontos eleme a konzultáció, amit mi nemzeti konzultációnak nevezünk, amikor a vírus elleni védekezésnek a fő szabályait alakítottuk ki, majd később a gazdaság újraindításának a főbb elveit határoztuk meg, akkor mindkét esetben nemzeti konzultációt tartottunk, és az ott abból kinyert irányokat és elveket figyelembe véve építettük föl a védekezést és a gazdaságpolitikát is. A két konzultációban összesen több mint 2 millió ember válaszolt a kérdéseinkre. Tehát a kormány önbizalma a védekezés irányának helyességét illetően elsősorban ebből, mondjuk úgy, hogy a demokratikus támogatottságból fakadt, és fakad mind a mai napig. Ami a gazdaság újraindítását illeti, a konzultációban kifejezett véleményeknek megfelelően mi a gazdaság újraindítását nem segélyekre, hanem a beruházások támogatására és munkahelyteremtésre alapoztuk. Most már vannak véglegeshez közelítő számaink. 1700 milliárd forintot fordítottunk beruházások támogatására,
és összesen 1435 beruházás kapott a magánszektorban támogatást ebben az időszakban. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek köszönhető, hogy a foglalkoztatottság az Magyarországon elérte a válság előtti szintet, 4.688.000 dolgoznak a mai napon Magyarországon, és a munkanélküliségünk az 3,9%. Hogy ezt értékelni tudjuk, megemlítem önöknek, hogy az európai munkanélküliségi átlag az 6,7%. Több mint másfélszer nagyobb, mint Magyarországon. Ugyancsak ezzel a beruházásokat támogató újraindítási politikával magyarázzuk azt is, hogy a magyar gazdaság teljesítménye az először elérte, aztán pedig meghaladta a 2019-es szintet. Tehát egy olyan válságról beszélünk, hogyha a 19-es válság előtti szintet tekintjük összehasonlítási alapnak, akkor a válság második évének a végére sikerült visszakapaszkodni oda, ahol a válság előtt voltunk. Erre az évre jóval 6% fölötti növekedést várunk, és ha jól látom, a következő évben is a 4 és 5% közötti sávban lesz a növekedésünk. Ennyit talán 2021-ről. Ami 22-t illeti, sok minden múlik persze a választás eredményét, de a mi terveink szerint három fontos dolog történik majd Magyarországon. Először is olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetünk be a gyakorlatba, amelyek korábban nem voltak ismertek Magyarországon. Egy részüket mi se ismerjük, tehát komoly kísérletek is lesznek ezek. Nem ismerjük például azt a dolgot, hogy a 25 évnél fiatalabbak nem fognak Magyarországon jövedelemadót fizetni. Ilyen a világon egyetlen országban van, Lengyelországban, onnan vettük át. A lengyel számokat ismerjük, hogy hogyan reagál mindenre majd a magyar közvélemény, azt jövőre tudjuk meg. Minden esetre azt egy komoly teljesítménynek tartom, hogy Magyarország ma egyszerre tud segítséget nyújtani a legfiatalabbaknak, 25 év alatti dolgozó fiataloknak, és a legidősebbeknek azzal, hogy a 13. havi nyugdíjat, nem csak annak második heti részét, hanem az egészet vissza tudjuk állítani már a következő év elején. A második fontos dolog az a védekezés folytatása lesz, tehát nem remélhetjük azt, hogy a vírus itt hagy bennünket. Ezért úgy számolunk, hogy az év első felében még biztosan nagy erőket kell mozgósítanunk a védekezés érdekében. Továbbra is oltás alapú lesz a védekezésünk. Készültem ide önökhöz ma reggel, és bekértem a raktárkészletre vonatkozó anyagokat. Az volt korábban is a kormány elvárása az operatív törzs irányába, hogy mindig legyen elegendő oltóanyag a magyar raktárakban. Ma csak Pfizerből több mint 2,4 millió adag áll rendelkezésre. Rendeltünk a közelmúltban 2 millió gyermekek oltására alkalmas vakcinát, és a hétvégi csütörtök-pénteki európai csúcson, miniszterelnöki csúcson azt mondta nekünk a bizottság, az európai vírus elleni védekezésben résztvevő tudósok álláspontjára hivatkozva, hogy az Omikron nevű variációhoz újfajta vírusölő vagy gátló vakcinára lesz szükségünk, és a Pfizer ki is fejlesztette egy Omikron elleni vakcinát. Végül arra jutottunk, hogy ebből is fogunk rendelni 9,5 millió adagot, amelyeket 22 második fél évében és 23-ban fogunk majd megkapni. Ebből a 9,5 millió adagból, amely kifejezetten az Omikron ellen kifejlesztett vakcina, ebből 1,5 millió lesz az, ami a gyermekek számára is felhasználható. Összességében tehát volt elegendő vakcinánk, van elegendő vakcinánk, és lesz elegendő vakcinánk, akármilyen variációk is ütik fel a fejüket. És a harmadik nagy ügy, amivel foglalkozni kell majd a 22-es évben, remélem, hogy a választók is így gondolják ezt, ez pedig a gyermekvédelmi népszavazás lesz. Erről sokat beszéltünk, önök is bizonyára ismerik a szóban forgó kérdéseket. Összefoglalóan azt mondhatom, hogy arról szól majd ez a népszavazás, hogy a gyermekeink nevelése, ideértve ebbe a szexuális nevelés kérdését is, kinek az irányításával
felügyelete alatt és engedélyével történjen. Van-e itt a szülőknek kizárólagos joga, vagy sem? Mi azt gondoljuk, hogy van a szülőknek kizárólagos joga, a világdivat más, a világdivat szerint ez már nem így van, sőt maga az Európai Unió is úgy gondolja, hogy a szülőknek nincs kizárólagos joga, de mi az uniós megközelítést e tekintetben elutasítjuk, és a saját utunkat kívánjuk járni. A külföldieknek mondom elsősorban, hogy szerintem a korunk, mármint az európai világ mostani életének két legfontosabb meghatározó kérdése, most túl persze a mindennapi megélhetés gazdasági kérdésein, de mondjuk, hogy az életünk minőségét és a szellemi távlatokat egyszerre meghatározó két nagy kérdés, az a bevándorlás és az LMBTQ mozgalmak által javasolt gyermeknevelés és társadalomfölfogás. Erről óriási viták vannak Európában, és komoly viták vannak Magyarországon is. Mindez idáig azonban, és erre én személyesen büszke vagyok, Magyarország az egyetlen olyan ország, amely mind a két kérdésben nem az elitek, nem az aktivisták, nem a politikusok és nem a vezetők véleményére kíván mindösszesen hagyatkozni, hanem szükségét látja a demokratikus legitimációnak, vagyis mind a két kérdésben egyedül Európában, nálunk Magyarországon népszavazás döntött, illetve dönt majd. Ez így volt a bevándorlás esetében, és így lesz a gyermekneveléshez kapcsolódó kérdéskörben is. Függetlenül attól, hogy hogyan gondolkodunk erről a kérdésről, fölteszem önök közül sokan talán másképpen, mint én. Önmagában az a tény, hogy Magyarországon ezt a kérdést nem az elitek döntik el, hanem az emberek, szerintem mindenképpen méltánylást és elismerést érdemlő megközelítés és demokratikus teljesítmény Magyarország részéről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, után nemzetközi a sajtótájékoztató, az elmondottakon túl talán egy-két külpolitikai kérdést is érdemes érintenem. Az első az az európai energiaválság kérdése. Heves, órákig tartó, őszinte és komoly vitát folytattunk csütörtökön éjszakában nyúlóan az Európai Tanács ülésén. Bizonyára önöknek is föltűnt, hogy a tanácsülés lezáró következtetések címet viselő dokumentumban egy árva hang sincsen az energiaárak kérdéséről. Ennek az az oka, hogy nem tudtunk megegyezni közös álláspontban, és nem volt olyan közös álláspont, amit egy dokumentumba foglalhattunk volna, és a nyilvánosság, illetve az önök rendelkezésére bocsáthattunk volna. És miután megosztottak maradtunk, ezért nem született közös szöveg. Azonban fontos eseményeket várunk az év végéig. Azt várjuk, hogy a vita során is, az ottani vita során is nyilvánvalóvá vált elsőprő többség a véleményének megfelelő bizottsági előterjesztés nyilvánosságra kerüljön még az év végéig, amely egyértelművé teszi az atomenergia és a gázfelhasználás kérdésére vonatkozó Európai Uniós javaslatokat. Én úgy látom, hogy az atomenergiát ellenzők nincsenek annyian, hogy blokkoló kisebbséget tudnának létrehozni. Tehát azt várom, hogy még az év végéig egy egyértelmű európai álláspont születik arról, a bizottság részéről, hogy a nukleáris energia nélkül a klímavédelem nem valósítható meg, és ezért a nukleáris energia az a fenntartható zöld energiák közé kerül besorolásra. Ezt a brüsszeli Big Five nyelven taxonómiának nevezik. És azt is várom, hogy ezen túl azt is kimondja nagy és elsőprő többséggel a bizottság, hogy a gázból nyert energia átmenetileg fenntarthatónak fogadható el. Tehát majd ki kell vezetni, de amíg az nem lehetséges, szemben a szénnel, a gázból nyert energia előállítását célzó beruházások szintén támogathatóak lesznek. A nukleárisak pedig egyértelműen fenntarthatónak minősülnek, és így végre megtörténhetnek azok a fejlesztések mindenhol Európában, amelyek nagy lökést adhatnak a nukleáris ipar fejlődésének. Ma a bankok, miután nincs fenntartható besorolása ezeknek a technológiáknak, vagy nem adnak hitelt az ilyen beruházásokra, vagy csak
erőteljes kamatfelárral. Ezt az akadályt most sikerül elhárítani, és végre az energiaellátását Európának hosszabb távon is biztonságba helyezhetjük. Természetesen ezek nagy és átfogó kérdések, kevésbé érdeklik talán az embereket ahhoz képest, hogy éppen mennyi az energia ára, mekkora a létfenntartáshoz szükséges rezsiköltség. Külföldieknek mondom ismét, Magyarország egy különleges helyzetben van, és Magyarországon 8 éve a háztartások esetében a rezsi az fixált, tehát rögzített áron kapják az emberek, függetlenül a világpiaci ár változásától, ez mindig állandó. Nagy csata volt, amíg Brüsszelben ezt el tudtuk fogadtatni, és még mindig van, mondjuk úgy, hogy szakmai csata a közgazdász körökben arról, hogy ez helyes vagy nem helyes. Azt biztosan mondhatjuk, hogy most, amikor az árak elrepültek az égbe, a rögzített energia ára épülő rendszer a mosolygós, előnyös arcát mutatja. Ez védi meg jelen pillanatban a magyarokat attól, ami Nyugat-Európában általános, hogy kétszeresére és háromszorosára növekedjen a családok kiadása csak a rezsi tekintetében az elszabadult árak miatt. Itt kell hozzátennem, hogy formálódik egy, formálódik egy másik, lassan többségivé váló álláspont is a miniszterelnökök között. Ez pedig arra vonatkozik, hogy a mostani magas energiaárakban vajon mekkora szerepet játszik az az új energia árszabályozási rendszer, amit Brüsszel vezetett be, és kíván több lépésben a jövőben bevezetni a klímavédelem érdekében. Arról beszélünk, hogy ma bizonyos energiaforrásokat extra adóval sújtanak, ezt ilyen bonyolult brüsszeli nyelven ETS rendszernek nevezik. Tehát, hogyha mondjuk szénből állít elő egy erőmű energiát, hiába lenne egyébként az nyereséges, megbüntetik a széndioxid kibocsátás miatt, ennek az ellensúlyozására neki kvótát kell vásárolnia, és ez veszteségessé teszi a termelését. Ez egész Európában több országot sújt, bennünket is például, nem a legsúlyosabban, de bennünket is a mátrai erőmű miatt. Most az a javaslata a bizottságnak, hogy haladjunk tovább, és ne csak az erőműveket büntessük meg, hanem büntessük meg egy adóval a gépjármű tulajdonosokat és a lakás tulajdonosokat is, mondván, hogy a gépkocsi használat és a lakások fűtése is széndioxid kibocsátással jár, és úgy szorítsuk őket egy másfajta gondolkodásra, hogy jól megadóztatjuk a gépkocsi tulajdonosokat és a lakás tulajdonosokat. Ennek az eszköznek és módszernek vannak támogatói az országok között, de sokan vagyunk, a Közép-Európa kivétel nélkül, akik ezt ellenzik. Itt szintén egy gazdag-szegény törésvonal is látszik, de például a franciák is egyértelműen ellenzik ezt a kiterjesztést. Ez a következő 2-3 hónap nagy kérdése lesz, leszünk-e elegen Európában ahhoz, hogy megakadályozzuk a családokat sújtó gépjármű és lakás széndioxid adó bevezetését. A másik nagy ügy, amivel talán még itt röviden foglalkoznom kell, az a bevándorlás kérdése, amely most azért került ismét napirendre, mert a földközi tengeri és balkáni útvonal mellé most egy harmadik frontvonal is megnyílt Belorusszia irányából a balti államok és Lengyelország felé. Fellángolt ismét a vita, szabad-e beengedni a migránsokat, vagy nem szabad beengedni. Magyarország álláspontja egyértelmű, és egyre több ország vonódik bele ebbe a konfliktusba, nem ideológiai és elvi szinten, hanem gyakorlati szinten, mert az ő határánál is megjelenik ez a probléma. Egyre többen vagyunk Európában, akik azt mondjuk, hogy a migránsoktól érkezett menedék és menekült kérelmeket nem az adott ország területén, a megcélzott ország területén kívül kell benyújtani, és az eljárásokat ott kell lefolytatni. A magyar alkotmány ma egyébként ezen az állásponton van, és a magyar jogrendszer is ezt írja elő. Ha valaki be akar jönni, akkor mondjuk délről, akkor a belgrádi magyar nagykövetségre kell menni, ott kell beadni a kérelmét, ott kell megvárni, hogy lefolytassuk az eljárást, és az eljárás lezáró határozatnak megfelelően jöhet, vagy nem. De az eljárást mindenképpen
a schengeni területen kívül, Magyarország területén kívül kell lefolytatni. Ez két kérdést, két nagy vitát generál. Az első, hogy ha kerítéssel védjük az országainkat, akkor ennek költségéből hajlandó-e valamit vállalni az Unió. Szenvednek a bizottság munkatársai, mindent megtesznek, hogy az Angela Merkeltől örökölt doktrinájukat megőrizzék, amikor azt mondták, hogy kerítést nem, de most már mindent finanszíroznának, már kütyüket, már kapukat is, de kerítést még nem, de előbb-utóbb el kell jönni annak a pillanatnak, amikor az észszerűtlen különbségtétel megszűnik, és világossá kell tenni, hogy akik védik Európa belsejét, és ez pénzügyi terhet jelent a számukra, ezt a terhet egészében vagy részben Brüsszelnek át kell vállalnia, vagyis meg kell térítenie a kerítésépítés költségeinek is, magyar vélemény szerint legalább a felét, és a fönntartási költségek, miután Európa védelméről van szó, felét is Brüsszelnek kell állnia. A második nagy kérdéskör, amit már ismerünk, és ami napirenden marad a következő hónapokban, az a nemzeti alkotmányok és az Európai Bíróság bevándorlásra, migrációra vonatkozó ítéleteinek konfliktusa. Ennek a föloldására több lehetőség is adódik. 8 olyan országot ismerünk Európában, amely korábban azt mondta, hogy a nemzeti joguk alkotmányos szabályozás esetén elsőbséget élvez az uniós joggal szemben. Ugyancsak Lengyelországon verik el a port, de az igazság az, hogy 8 ilyen ország van. A napokban a Magyar Alkotmánybíróság is állást foglalt ebben az ügyben, és teljesen világossá tette, hogy mindegy, hogy mit döntött az Európai Bíróság, mindegy, hogy mit döntött, Magyarországnak továbbra is meg kell védenie a határait. Következésképpen az Alkotmánybíróság döntését követően a kormány megvizsgálta a lehetőségeinket, és úgy döntöttünk, hogy semmit sem fogunk tenni annak érdekében, hogy megváltozzon a határvédelem rendje, vagyis fönntartjuk pontosan azt a rendet, amelyet eddig is működtettünk, akkor is, hogyha az Európai Bíróság arra szólított föl bennünket, hogy változtassuk meg. Nem fogjuk megváltoztatni, és nem fogunk beengedni senkit. Az Alkotmánybíróság egyértelművé tette a kormány számára, hogy ezt nem teheti meg. Nem is akarjuk, de még ha akarnánk, sem tehetnénk meg. Miután nem a tudományos diákkörben vagy az akadémián vagyunk, ezért most hosszan nem beszélek arról, hogy az Alkotmánybíróságnak a döntése ráadásul szerintem egy különlegesen színvonalas újítást is tartalmaz. Ezt majd a jogászok elemezni fogják a következő időszakban, hiszen az eddigi kizárólagos, absztrakt, egyéni jogból az emberi méltóság kérdését átvitte a kulturális közeg, az individuumot körülvevő kulturális közeg területére. És azt mondta a Magyar Alkotmánybíróság, hogy nem csak a szabadság absztrakt elvont fogalma áll védelem alatt, hanem az emberi méltóságba az is beleértendő, hogy az egyén, ahol él, ott egy kulturális szövet veszi körül. És ennek a megváltoztatásához senkinek sincsen joga. Még pontosabban az a közeg, ami körülvesz kultúra, nyelv, népesség, az ugyanúgy a személyes emberi méltóságom része, mint az absztrakt szabadság jogaim. És ezt a milliót, ezt a közeget a kormányoknak, legalábbis a magyar kormánynak védenie kell. Úgy is mondhatnám, hogy a benszülötteket és a benszülöttek kulturális szövetét alapjogi védelemben részesítette Magyarországon az Alkotmánybíróság, aminek számos izgalmas leágazása van. Nos, összességében tehát így látom a 2021-es évet, és ennyiben látok előre a 2022-es évet illetően. A mi szándékaink, a választásokat is ideértve világosak. Az, amit erről mondtunk, érvényes, Magyarország előre megy, nem hátra, ennek már láttam népi verzióját is. Piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra, tehát úgy látom, hogy a magyar kampány az elérte most már a lakodalmaknak a világát is. A mi álláspontunk pedig mind az akadémián, mind pedig a lakodalmak világában világos és egyértelmű, Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra.